Önök a Híradót látják, 8 órakor Imre Balázs vagyok, jó reggelt kívánok! Nem született megállapodás az Európai Unió 2021 utáni költségvetéséről az uniós állam és kormányfők rendkívüli csúcs találkozóján. Erről az Európai Tanács elnöke beszélt a brüsszeli tárgyalások után. Charles Michel szerint a megbeszélések folytatódnak, és továbbra is minden javaslatról készek egyeztetni. Ahhoz azonban, hogy további konzultációkra lesz szükség, hogy egy újabb EU csúcs időpontját kitűzhessék. We have worked very hard. Nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy megállapodásra jussunk. Sajnos meg kellett állapítanunk, hogy erre ma nem volt lehetőség, és több időre van szükségünk. Tudjuk, hogy az uniós költségvetés nagyon nehéz téma, nagyon nehéz tárgyalásokkal. Azon fogunk dolgozni, hogy összehangoljuk az eltérő érdekeket és a különböző véleményeket, de ehhez több idő kell. Orbán Viktor miniszterelnök értékelése szerint két csoport áll szemben egymással a költségvetési vitában. Az egyik, amelynek Ausztria, Hollandia, Svédország és Dánia a tagja, nem hajlandó több pénzt befizetni a közös uniós büdzsébe, mint a nemzeti össztermékük 1%-a. Velük áll szemben a 17 tagállamból, köztük Magyarországból álló ambíciózus Európa költségvetése nevű csoport, amely szerint a befizetés mértékének 1,3%-nak kellene lenni, ahogy ezt az Európai Parlament is javasolta. Ha nincs megegyezés arról, hogy mennyi lesz a költségvetés befizetési oldala, tehát hogy mennyi pénzről vitatkozunk, akkor nem tudunk arról sem beszélni, hogy hogy osszuk szét. Tehát ebben a pillanatban nagyon messze vagyunk a megállapodástól, két távoli álláspont van, és majd valamikor a jövőben folytatni fogjuk a megbeszéléseket. Egyre többen próbálnak meg embereket becsempészni az Unióba útlevélhamisítással, erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György kifejtette, fényképhamisítás, beléptető engedélyek hamisítása vagy személycsere által próbálnak meg az embercsempészek illegális migránsokat bejuttatni a schengeni övezeten belülre. Hozzátette, az övezet fenntarthatóságához továbbra is szükség van a külső határok megerősítésére. Készül a migrációs paktum, az Európai Unió menekültügyi és migrációs paktuma. Ennek egyik része, hogy a Schengen övezetet meg kell erősíteni, és ezen belül a indokolatlanul hosszan fenntartott belső ellenőrzéseket is meg kell szüntetni. A magyar embereknek, a magyar kormánynak, a Magyarországnak az az érdeke, hogy a Schengeni övezetet fönn lehessen tartani, és mindaz a gazdasági, politikai, társadalmi előny, ami ebből származik, ez fenntartható lehessen. Várhatóan már 2020-ban zöld kötvényeket bocsájt ki a magyar állam. Első körben külföldi intézményi befektetőknek szánják a speciális értékpapírt, aminek az eladásából származó bevételt csak klímavédelmi célokra lehet felhasználni. Elképzelhető, hogy a lakosság számára is elérhető lesz egy későbbi időpontban a klímapapír, ami feltehetőleg olyan népszerű lehet, mint amilyen most a magyar állampapír plusz. Első körben most ezeket a zöld kötvényeket külső piacokon kívánjuk kibocsájtani, mert ennek van egy bejáratott gyakorlata, és jóval könnyebb itt a nagyobb forrásokat begyűjteni, de hosszú távon valóban az egy életképes javaslat és elképzelés, hogy akár belföldön a hazai lakosság számára is bocsássunk ki speciális zöld kötvényeket jó kamatozással. Idén 30 éves a Háló Egyesület, a katolikus egyházhoz kötődő szervezet belföldön is a Kárpát-medence magyar lakta területei működik. A kapcsolatok fontosságát hirdetik, ezért találkozókat és kulturális programokat szerveznek, valamint közösségeket támogatnak. Latorcai Csaba államtitkár a budapesti születésnapi ünnepségen elmondta, hogy a közösségteremtés hozzájárul ahhoz, hogy megtaláljuk magunkban és egymásban is az értékeket. Közép-Európa népei és benne mi magyarok, és a Kárpát-medence valamennyi népe a 21. században csak összefogással és együttműködéssel lehetnek, lehetünk sikeresek, és leszünk képesek együtt az Európát fenyegető legújabb kori kihívásokra korszerű és a jövő nemzedékéért is felelősséget vállaló keresztény válaszokat adni. A megújult nemzeti alaptanterv egyszerre korszerű, 21. századi gyermekközpontú és hazafias szemléletű, erről beszélt az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós azt mondta, a módosított NAT és a kerettantervek is csökkentik a tanulói terheket, miközben a tananyagok tartalma korszerűbb lett.
Hozzátette, az oktatási hivatal honlapján már elérhetőek a módosított nemzeti alaptantervhez kapcsolódó kerettantervek. Újra keresik az év fáját Európában. A versenyen Magyarországot idén egy kaposvári fa képviseli. A 90 éves kocsányos tölgyet a helyiek csak szabadságfaként emlegetik. Az ültetéskor gyökereire ugyanis az elcsatolt területekről hoztak földet. A fára még egy hétig lehet szavazni. Nagyon szeretnek az év fája körül játszani a gyerekek a kaposvári Berzsenyi tagiskolában. Azt mondják, büszkék arra, hogy ez a tölgy lett az ország legszebb fája. Van egy olyan, hogyha megérkezel az iskolába, és körbefutod háromszor, akkor aznap nem fogsz felállni. Ez egy babona. Vagy például, amikor én elsőnek idejöttem, akkor ezt a nagy szép fát megcsodáltam, és rögtön rájöttem, hogy ez valamikor eredményt fog elérni. A kaposvári szabadságfa, az év fája még csak 90 éves, mégis több száz év történetét hordozza magában. 1929. áprilisában ültették el. A facsemete a trianoni határról, az Írott-kőről került Kaposvárra, az ültetéskor pedig a gyökereire Kassa, Kolozsvár és Nagyvárad földjét hintették. A 48-as szabadságharc 80. évfordulójára kaptuk a csemetét Írott-kőről, a kőszegi egyik iskolai igazgató ajánlotta föl. Erről nagyon szépen lehet olvasni a levéltári anyagokba, és a korabeli újságok is hirtattak arról, hogy ezt a fát ajándékba kaptuk, és itt elültették, és ami a csúcs, hogy még Trianonhoz is kapcsolható, hiszen az elcsatolt magyar területekről kaptunk földet. Az elmúlt 90 évben több ezer diák életét kísérte végig a nagy tölgyfa. A legkitűnőbb tanulók az elismerő oklevelekre erősítve a tölgyfa egy-egy préselt levelét is megkapták emlékül. A szabadságfa mára az összetartozás jelképévé vált Kaposváron. Megnyertük a magyarországi versenyt, és most az európai versenyre neveztünk be és indultunk. A város egyik büszkesége is jelképezi mindazt, ami szól Kaposvárról, mégpedig az, hogy egyek vagyunk. A kaposvári szabadságfára február végéig lehet szavazni az Európa évfája versenyben a treeoftheyear.org honlapon. A pénteki egynapos emelkedés után szombatra ismét csökkent a koronavírusos új fertőzöttek száma Kínában. Az egészségügyi hatóságok közlése szerint kissé csökkent a halálozások száma is. A legfrissebb összesítés szerint a vírus eddig összesen 2345 életet követelt. Már negyedik napja tart az a biztató trend, hogy meghaladja a gyógyultak száma az új megbetegedésekét. Európában közben Olaszországban is van viszont már halálos áldozata a kórnak. Egy 78 éves idős férfi halt meg Padovában a koronavírus miatt. A hírekből nem derül ki, hogy a férfi Kínában járt-e, vagy esetleg egy családtagjától kapta el a betegséget. A zuhogó eső sem szegte kedvét a rióiaknak, hogy több százezren látogassanak el péntek este a karneváli parádi első felvonulására a Samba Drómba. Ezzel hivatalosan is elkezdődött a hat napon át tartó riói karnevál. Mintegy 2 millió turistát várnak a világ legnagyobb farsangi rendezvényére, és a helyiekkel együtt akár 7 millióan is ünnepelhetnek a brazil nagyvárosban. A rendezők számításai szerint idén megdönthetik az eddigi látogatórekordot. Mindenki izgatottan várja, hogy melyik szambaiskola ruhái, koreográfiája és énektudása lesz a legjobb az idén. És már hetek óta farsangi hangulat uralja a lagunák városát, szinte egymást térik a látványos rendezvények az olaszországi Velencében. A patinás szállodákban és középkori palotákban kosztümös bálokat tartanak, torkos csütörtökön pedig egy ősi velencei történetet mutattak be. A korhű jelmezbe öltözött velenceiek egy életnagyságú kitömött bikával vonultak fel. A bika az ákvilái Úrikó pátriárkát szimbolizálja, aki 12 nemessel együtt 1162-ben fellázadt a velencei dózse ellen. Az uralkodó vérbe folytotta a zendülést. Parancsba adta a pátriárka és a felkelők leszármazottainak, hogy minden torkos csütörtökön egy bikát, 12 kenyeret és 12 disznót küldjenek Velence urának. A bikát a Szent Márk térre vonszolták, ahol az emberek először kigúnyolták, majd lefejezték. A húsából pedig ételt főztek a velenceieknek.
Az Állarcok Balladája néven ismert bemutatót egy olasz kulturális egyesület szervezi. Ez óriási kihívás számunkra. Hónapokig tart a felkészülés, hogy a város lakóinak újra eljátsszuk a történetet, mondta az egyesület egyik tagja. Az idei velencei karnevál a Játék, Szerelem, Bolondság címet viseli. A több mint két hetes farsangi fesztivál alatt 150 programmal várják az érdeklődőket. Kosztümös bálokat rendeznek a palotákban, utcai tánc, felvonulások és koncertek váltják egymást. Maszkversenyt is rendeznek, amelyre bárki benevezhet. A jelmezeket és az állarcokat külön zsűri értékeli egy látványos show műsor keretében. Imádom a karnevált, a maszkokat és a partikat. Élvezem, hogy megnéznek és figyelnek rám. Ez szívmelengető, mondta egy belga turista. A novemberi pusztító árvizek után megcsappant a turisták száma. A koronavírus járvány miatt a karnevára is kevesebben érkeztek. A farsang első napjaiban, a korábban teltházas szállodákban a szobák 30%-a még üres volt. A város polgármestere azt ígérte, az érkezők teljes biztonságra számíthatnak. Velence több mint 100 pontján videokamerákat helyeztek el. Civilnek öltözött rendőrök vegyültek a tömegbe, hogy kiszűrjék a zsebtolvajokat vagy a drogkereskedőket. A velencei karnevál húshagyó keddig, azaz február 25-éig tart. Ma este lesz a Dal 2020 első elődöntője. A műsor történetében először a versenydalok akusztikus változatban csendülnek fel a stúdióban. A két elődöntőből 8 versenyző kerül a március 7-i döntőbe, amelynek győztese 75 millió forint összértékű nyereménnyel építheti tovább zenei karrierjét. A Duna Televízió és a Dunavörd csatornáján 9 produkciót láthatnak a nézők. A műsor egyébként este 7:30-kor kezdődik majd.